Készen álltok? Újabb bro tétózások. Jött egy patch is egyébként hozzám, amiben bizonyos vévekben kevesebb enemit spawnol majd a játék. Hitboxon javítottak, a zenén javítottak, kevésbé spawnolnak ránk az enemik, a nagyfiúknak sokkal kevesebb HP-ja lesz, szóval balance patch jött, nem content patch, balance patch jött, és talán kicsit könnyebb lesz a játék. Nem azért könnyítettek rajta, mert kedvezni akarnak a játékosoknak, hanem mert túlságosan durva volt bizonyos helyzetekben a játék. Ilyen karaktert is kezdjünk. Nem tudok elrugaszkodni a mágusomtól, meg a rangeremtől. Úgyhogy mehet a mágus. Torcsal. Vandal, bocsánat. Vandal. És hát nézzük. Közben bekapcsolom a kontrollert, mert elfelejtettem, hogy ezt jobb szeretem kontrollerrel játszani. Tudjátok, mi a baj, nem vettem fel pénzt közben. Még több fa spawnolhatna. Halk lenne a játék? Szóljatok nyugodtan, srácok. Ja. Azt mondja, hogy legyen még több fa. Elementál damage-et azt lelokkoljuk. Ez milyen játék? Ilyen Arena Survival-os, mint a Vampire Survival-az. Nem mutattam a setupot, de konkrétan szembeülök a szomszédnak és az utcán sétálóknak ingyen streamet adok. Hoppácska! Azt nézzétek, milyen bokor van a fejemen. Egy kicsit hangos a zene. 15%-ra. Na, egyszerűen fantasztikus, hogy hogyan módosítják a fejlesztések a karakter kinézetét. Zseniális. Zseniális az a bokor, az a fa a karakterem feje fölött. Zseniális. Attack speed, jöhet, azt szeretjük. És rámegyünk még a harvestingre. Ezt továbbra is lokkoljuk. És ki tudunk venni egy vandot, meg még egy vandot. Jó. Ha valami nem világos egyébként, kérdezzetek nyugodtan, szívesen segítek, imádom ezeket a játékokat. Legalább annyira szeretem ezeket, mint a Tower Defense-eken. Csak nálam nem akar megnyílni az Epic Games Launcher. Nálam megnyílt. Bár ez most nem Epicről megy, mert az epikes játékokat már megnéztük, már amit ugye meg tudtunk nézni. Azt mondja, hogy minusz egy speed. Nem akarunk minusz speedet. Hogy vagyok ma? Jól vagyok, Adri. Jól vagyok. Ma úgy keltem fel, és ez a kedvencem, hogy úgy kelek fel, Azt a lighting sivet ki kéne próbálni. Úgy kelek fel, hogy így kinyitom a szemem, és nem vagyok fáradt. Abszolút nem. Bárcsak mindig ilyen lenne. Nem éreztem azt sem, hogy de jól esett aludni, hanem szimplán fölkeltem. Mint hogyha nem is aludtam volna. Nekem ritka az olyan, tök mindegy, mennyit alszok. Én nem is emlékszem, nekem milyen volt, mikor volt ilyen
utoljára is, de fú, ne tudd meg milyen jó érzés volt, basszus. A lákon is húzni kéne. Na ez mondjuk nagyon jó, mondjuk. Hát. Én ma, amikor sétálunk melóba, pont ezt mondta, hogy olyan jó érzés így kelni, és annyira imádok. De így szoktál felkelni? Milyen mázis te vagy, Adri. Range. Na hát akkor mehet a Lightning Sheave. Igen, ez melee range-es, úgyhogy lehet, hogy ezt nem kéne erőltetni. Ezt nem, tehát akkor nem kell a Lightning Sheave. Elemental damage-et lehetne kérni. Kávé. Vant, kettes vant. Dinamit. Hát, ezeket elkérjük most. Még több fa. Legyen most az, hogy még több fa. Hadszoljon. Azt nézzétek, mennyi bandom van, hoppácska. Itt egyébként automatikusan célozza a hozzánk legközelebbi enemit a játék, de be lehet állítani, hogy te célozz. Ebbe a buildbe az lesz a jó, hogy elementál build, tehát rárakom az égetést, applikálom az égetést az enemin. És a dotok ölik meg. Ja, hogy azért írtad, hogy vandál, meg vandalizmus, meg hogy WandaVision. Jó? Oké, megvan. Közben hivatalos lett az információ, november 28-án jelenik meg a WoW új kiegje. Ha valakit érdekel. Minusz egy armor. Én nekem nem kell semmi. Torcs. Dodge-ot bukunk. Legyenek olcsóbbak az itemek. Na tessék, ott van egy ilyen. Köszi, bocom. Most már értem, hogy a Wandról... Tehát, hogy a Wanddal kapcsolatban miért írtatok ilyeneket. Már két extra loot. Sajnos még nem erősödtünk meg, vagy erősödünk. Range és cserébe damage-et kapunk. Jó. Ez még mindig nem kell nekünk, nem akarunk speedet bukni. Attack speed jöhet. Van, jöhet. A boxoló kesztyű jöhet. Rakétavető is amúgy az így, nem tudom. Még több fa! Még nagyobb pickup range. Jó, van, hát ilyen hülyeségeket kiveszek mi. 20% damage. Csak ne találjanak el. Jó. Jó, erre rámegyünk. Kell menni a fára, srácok. Ó, nem sebződtem meg. Ha van már, csak vicc kell? Nem kell vicc. Itt ilyen vicc gyűlölök
gyűlnek össze esténként. Kutoltak esténként. Elemental, dodge, nem. Lack. HP regen, nem. Attack speed jöhet. Range damage 3. Dodge. Eljön a range damage. Damage piercelés. Ez amúgy nagyon tetszik. Ez nagyon tetszik. Jó, amúgy megveszük mindkettőt, tehát van pénz, srácok. Még olcsóbb itemek? Gyere! Lifesteal, attack speed range. Azt is, gyere. Van pénz lóvéra, így van Isten, pontosan. Ki kéne rakni azt, hogy ugye a fát, azt instantöljük. Hát egy csomó pénz ott maradt. Kezdődik a LOL VB? Na hát jó szórakozást. Beri. És köszi, hogy bekukkantottál. Attack speed. Legyen olcsóbb. Legyen ez, legyen az. Rollolunk egyet. Lokkoljuk a vandot. Legyen még több fa. Hadd szóljon. Nem tudom, olyan fluid lett most a játék. Nem, mint hogyha eddig nem lett volna fluid, de... Hogy így... Tényleg más lett a spawnja az eneminek. Érződik. Kétszázötvenkettő pénz. Szia Majó, köszi szépen, hogy itt voltál te is. Pám pám. 12% dam. Elemental damage 3. Ja. Tehát fa. Vant. Vant. Hát... 15% piercing damage? Nem, nem. 20 range, csak úgy simán, adjad. Egy ilyen bolondos wand. Minusz 2 lifesteal. Nem tudom, akkor mi van, ha a minuszba megy a lifesteal-ünk. Nagyon kenik nekik a vandok, srácok, mert csak elementál damage kéne. Még több. Antonio Vanderas. Ez lesz a WoW-ban a mágusom, mármint a papomnak a neve. Köszönöm szépen, Bocó.
Hát ezt biztos nem vesszük ki, tehát az, hogy szekenként sebez rajtunk egyet, biztos, hogy nem. Ez a triangulum, ez jó lehet, mert növeli a damage-ünket 20%-kal, de ha megsebződünk, akkor minusz 2 damage. Jó. Azt mondja, hogy speed. Jöhet a speed egyébként. Roll. Plusz 5 harvesting, minusz 5 enemy. Hogy a fenében áll? Vant. Na, itt meg visszakapjuk a plusz 5% enemy. Akarunk olyat? Nem akarunk olyat. Jézus, Jézus, kaméleon. Pickup range. Aha, legyen az. Hát innen semmi jó. Harvest mit csinál? A kör végén, mindjárt megmutatom. A kör végén kapok bónusz pénzt. De nem csak annyi egyébként, ha jól emlékszem, megmutatom majd a következő shopos körnél. Igen, nagyon jó volt az Epic játékok startja, honnan ne is mond. Ne is mond. Két online játék, ami mindkettőnél lealtak a szerverek. Nem tudom mit gondoltak, mit terveztek. Senki se gondolta. De azért sajnálom. Na nézzük. Ez biztos nem kell, mert nem kell méri sebzés. 12% speed. Na jó. Na, harvesting. A 19 materiát kapok, és XP-t is, tehát amikor vége van a körnek, és 5%-kal nő mindig, amikor ez aktiválódik. Bármit is jelentsen ez. Hol látom a speedünket? Ott van 24. Például ezt kikérhetjük. Kérjük ezt is, meg a pick-upot is. Rollolunk még egyet. Glass Cannon, azt a rohadt. 25% damage. Hát ez amúgy tényleg Glass Cannon. Ott van még egy bandana. Jó. Eddig nagyon jó, srácok. Ez eddig konkrétan most az egyik legjobb ránú. Nem a mai streamben, hanem így összességében. Ugye? Ez, hogy ennyi fánk van, ez nagyon jó. Kettő ajándékot már összeszedtünk ebben a körben. Fákat váhíteljük. Kezd sok lenni egyébként az enemy, kezdünk kevésbé OP-k lenni. Egy balet jön az ellenség hullájából, de cserébe minusz 40 range, nem? Melee damage? Nem. Milyen fánk? Lekváros. Elemental damage. Ez
kivesszük, azt is kivesszük. Na, spread el a burning, na, hát végre beadja. Range damage csökkenés. Látom, a range damage-ünk így is le van csökkentve 97-re, minusz 97, úgyhogy hát az elementál. Minusz 1 armor, 8% dodge wov. Jó, menjen a kövi, 13. wave. Wow, ezek nagyon gyorsan meghalnak, azt a rohadt. Ezek nagyon erős szörnyek egyébként, srácok, csak mondom. Ezek a sapkások, alufólia sapkások. Lehet nem látjátok, hogy azok, de amúgy azok. Ha minden jól megy, és kapok hozzáférést az Uncharted PC-s verziójához, bocó, akkor én a csajos DLC-t azt így végig akarom majd játszani. Mert a Thieves End, azt hiszem úgy hívják, azt már én végignyomtam. Ugye a PS5-öset. A csajos DLC az kimaradt, aha, Connor. Plusz 5% enemy speed, az Alien Baby nem jó. Az Alien Baby nem jó. Attack speed. 10% jöhet. Crit chance dodge. Dodge-ot kirakjuk. Legyen még olcsóbb minden. Melee damage, az jó. Az jöhet, a harvestinget megkapjuk, tehát ez nagyon jó deal volt. Ez is jöhet. Jó, hát ez meg így ennyi, mehet tovább. Vannak amúgy set bónuszok is, plusz 5 elemental damage, ugye, mert 60 dom van. Ja, nem magyar blade, igen. Egy ajándék. Jó, hát azt nem tudom, hogy nem találtak el. Nem kellett ilyen csöpögősre megcsinálni egyébként tényleg ezeket az effekteket. Minusz 8 lag, de több XP és melee damage. A fekete öv. Plusz, aha, plusz 9 HP. Jöhet amúgy a HP. Lézertöret. Adjad a lézertöretet. Minusz 2 harvesting, de elemental damage. Medikál töret, na tessék! Ez ilyen töret build lesz most? Jántor, ez most ilyen töret build? Na hát én tovább akarok menni. Kék. Basszus, 14 damot bekaptam. What? Mi sebzett meg, srácok? Szerencsére sok fa van a pályán. A sok fa pedig sok gyümölcsöt hoz. What?
meg lett még egy achievement. De pont a spawn alá álltál? Aha. Max HP, jó. Vant. Bandana, medikátorát. Még egy vant. Warrior helmet. Tyler. Ja, az is jött. Meg veszünk ilyen engineeringet. Az engineering mit csinál? Azt mondja, hogy increase-eli a power-ét a struktúráinknak. Wow! Amúgy eskü ki akarom majd próbálni ezt a töret buildet, mert fánnak tűnik. Sass pins. Tizenöt eséllyel damage-elünk egyet egy random enemire, amikor materiált veszünk fel, és mínusz egy elemental damage. Jól hangzik. HP regen, armor damage százalék. Damage százalék. És akkor itt van Tyler. Aki damol. Ez a zsák jó lesz. Jön Tyler, jönnek az alien szemek. Rerollolunk egyet. Meg még egyet. Meg még egyet. És akkor ott van nekünk egy szemüveg, ami range-et ad. Tizenhetedik wave. Ez fantasztikus konkrétan. Az nagyon rossz. Egyet healer rajtunk a töret, a halálkom. Most kíváncsi voltam. De el kell találnia, tehát nem feltétlen talál minket el az enemy. Attack speedet bukunk, de 10% damage nem. Traktor. Plusz 70 harvesting. Hát csak ezt ki kell próbálni. Ott a rakétavető is. Eye surgery, Jézusom, és most kapjuk meg az eye surgery-t. Na jó. Lokkolunk. Látok, hogy ezek az enemik most konkrétan ránk rásolnak.
Az enemit kell kerülni meg a kis piros lövéseiket. Jó. Egérke. Egérke. 10% enemi. Ez nem hangzik jól, tehát hogy ez miért lenne jó? 10% ami nem kell. Azt mondja, hogy plusz egy HB, HP-t recoverelhetünk a limonádéból. Jó, hát az jöhet. Szevasztok, srácok! Crit chance meg dodge. De range-et bukunk. Jó van. Elemental damage 3. Uh-huh. Na, burning gyorsabban aktiválódik 15%-kal. Az kell. És még 20% dam, az is kell. Armort is kapunk. Nagyon jó. Dodge, aha. Wand, gagyi wand. A 5% esélye duplázza az értékét a felszedett materiálnak, illetve 6 luck. A luck mit csinál? Na nézzük csak. Itemet találhatunk, meg konzumábilis cuccokat, meg nagyobb rarity lesz a shopba. Több XP. Több XP. Egyik sem. Valószínűleg hogy majd most jön a boss fight a 19. wave-nél. Annó nem a 20. Majd, tehát a 20. wave-nél jön a boss. Annó nem a 20. wave-nél jött a boss. És volt már, hogy végigjátszottam a játékot. Viszont amióta megjelent, azóta ez lesz szerintem a... nem szerintem, ez lesz az első. Ha sikerül persze. De hát nem hiszem egyébként. Mert azért látjátok, hogy ide jobb build kell. Ez, hogy ott hogy el szalomoztam, az komoly volt. 7% damage, max HP-t bukunk. Jelent az inekció. Attack speedért cserébe engineering, azt nem. Elemental damage-ért elefánt nem. Attack speed. Popik a dam, ja. Nem leszünk erősebbek sajnos. %20 dodge, 5% lifesteal, és mindenből kettő. Ez lehet amúgy, hogy kéne nekünk. Ez lehet nem véletlen jött ide. Ennek a vannak most örülök. Mi lehet a medál is? Explosív töret. Hát innen már nem tudunk semmit se venni. Ez új mechanikának tűnik egyébként.
Igen, ez új mechanika, azt a rohadt. Jaj. Ezt most miért írod, Matyi Mestán? Wow. Hát ezt nem gondoltam, srácok, hogy ilyen jót fogom menni elsőre. Wow. Nyúrán. És a gladiátor. A gladiátor csak melee fegyverrel tud játszani. És 15% attack speed minden unique weaponért, ami nála van. Próbáljuk ki a gladiátort, mit szóltok. Itt például ez a Thief Dagger, ez például új. Krittel ölünk, akkor plusz egy materiál. Wow, asztarat. Damage, attack speed, ghost flint. Jó, hát ez ki kell próbálni. Jaj, de jó a kis sapia. Mert kérdeztem, csak nem raktam kérdőjelet. Matyi Mester, ezt nagyon jól látod, azok voltak az epic ingyenesek. Így van, ahogy mondod. Mini damage, max HP, crit chance. De ezt a kettőt el is hozzuk. Azt ott ki kell vennünk. Nagyon creepy a karakterünk arca? Dehogy is. Teljesen rendben van. Akkor lesz Fortnite, amikor senki se számít rá, Onyx. Például ollónk is lehet. Az meg az olló lifestyle-es. Tehát ez a kettő mind jó. És ezt itt kombinálni akarjuk, jó? Ugye ennek a klassznak az a lényege, hogy minél több egyedi fegyver legyen nálunk. Úgyhogy minden mini fegyverből lesz nálunk. Engineering 3. Hát attack speedet szeretnék, köszönöm. Jaj, nem azt akartam, basszus. Itt lehetne egy ilyen visszavonás gomb. Ja. Ja. Ja, ott volt süni. Szevasz, Zodiac. Damage 100% 8. Attack speed. Knockback. Égetést okozhatunk, ujjjjj, jett. És kivesszük az ollót is, mert kell upgrade-be. Majd kiveszünk az ollót is.
Lehet az Epic ingyenes, hogy nem megy. Hát a Rambónak is szarok a szerverei, meg a Drone Racing League-nek is. Tehát kettő online gémet kaptunk, és mindkettőnek lealtak a szerverei. Igazából ennyi. Szevasz, Migiri, Migiri. A Harvest Healing plusz 10 jöhet. Ollót kivesszük. Legyenek olcsóbbak a cuccok, meg mínusz egy max HP. Kombány, kombány, nagyon jó. A Lightning Shiv is melee. Wow. Screwdriver, hát van itt minden, srácok, mint a búcsúban. Tudod, mindenki rástartol globálisan? Ja, csak hát amúgy alapvetően ezek nem olyan játékok, hogy úristen, úristen, izé, best game ever. Szóval, nem hiszem, hogy nagy érdeklődés lett volna, aztán ki tudja. Egyszerűen nem értem, miért kellett amúgy ilyen csöpögő hangokat beletenni a játékba. Max HP, Attack Speed, Lightning Sheave. Ja. A Screwdriver már nem fér bele. Kár. Szomorú. Na, az például ját. Elvileg most nagyon gyorsak vagyunk. Mindenkit agyon csapunk Billy-be. Ez a játék mobilon? Nem biztos nagyot. HP regen. Explosion size. Nagyon rá kéne menni a lákra. A bot is, de jó. Mondjuk az ebbe a buildbe nem. Na, kértünk egy kis lákpot. Na, ott az ököl. Az ököl útja. Na basszus, az ököl útja nem járható, sajnos. Pacifista rán.
Oké. Hát akkor harvesting. Vagy dodge chance. Legyenek olcsóbbak a cuccok. Na, semmi. Több XP, igen, az kell. Meg sebezni se fogunk. De... Oké. Okay. Hát ez béna volt, na mindegy. Tudunk elóra ilyen típusú játékokat? Survival rá jó. Negyven. Hát ez nem sok, srácok. Egyáltalán nem sok. Tényleg az Archie-ról is hasonló. Dodge 100%, max HP, max HP legyen. Harvesting. És armor. Ez így nehéz lesz. Ez így nehéz lesz. Több XP. Jó. Mondjuk XP-t nem is kapunk. Kapunk? A fene se tudja. Fa halljon gyorsabban. Ribén egy karakter? Az a gond, hogy... Hát itt ezzel a karakter nem sok mindent lehet csinálni, hogyha nem működik az RNG, és egyszerűen... nem akar olyat adni, ami így a pacifista ránt elősegíti. Tíz lák. Na tessék. Nem tudom, a range nem kell igazából. Több fa, az jöhet. Nagyon nagy a gond, srácok. Kell a speed. Attack speed.
És még egy kéz. Még egy kéz. Jó. És még egy kéz. Úristen, nagyon jó. Milli damage csökkentés. Jó. Na, hát azt hiszem most kezd alakulni. Kétszázalék damage az vicces lenne itt. Attack speed. Jaló. És speed. Harvesting 8, tessék. Knockback, úristen, de jó. Kéz. Elemental damage-ért cserébe lák. Ez a méhecske is amúgy elég jó. Ja, kezdjük el. Ha ezt meg is vesszük. Jó, és akkor mehetünk. Hetedik wave. Ezt már lehet nem éljük túl. Úristen, mik ezek az egyes sebzések? Ez egy olyan build, ahol, ami pacifista, tehát, hogy úgy kell túlélnem, hogy nem ölök meg senkit. A 100% speed szerintem kell lenni fog egyébként. Crit chance nem érdekel, úgyhogy a medál jöhet. Legyen minden olcsó. Szevasz, Zolcsi! Ez jónak tűnik. Na, speed remove enemy-től. Az kell. Az kell. Roy lesz meg a boss. Le kell futni. Gondolom én. Thank you.
Minusz egy armor? 16 harvesting? Gyere! Három armor. Na, ez jó. Na. Alakulnak a kezek. Elemental damage, HP regen. 10% enemy, tehát kevesebb enemy. Az nem. Harvesting. Mondjuk lehet, hogy ezt a fehér zászlót azért be kell húzni. Jó, még 10-szek. Eltűntek a nagy darabok. Négyszáznyolcvannégyet kaptunk, azt a rohadt. Jöhet még a harvesting, szerintem. Speed. És akkor... Hát a pickup range az nem, azt lelokkoljuk. Azt a... Milyen fiszt. Még több fa. Tudom, olyan hülyeségeket kapunk. Az XP növelés végül is jó. A többi az nem jó. Ez nem tudom, ezek annyira nem jó. Ez például jó. Pont egyet tudunk még rollalni. És ezt is lelokkoljuk. Tizedik wave. Ez nagyon sokat segít, hogy a fákat vánhiteljük. Engineering jöhet a damage helyett. Harvestinget lehetne még növelni. Igazából attack speed. Hát az attack speed. Dodge 6%. Dodge. Dodge-ot kérünk. Mi változik a kezeknél? Gyorsabban nyomjuk. Nagyobb a harvesting rajta. Aha.
Na tessék. Például ez jó. Meg akkor elkérjük a kezeket. Érdekes ez a pacifista rán, srácok. Egyébként. Az enemik nagyon gyorsak lesznek. Ezek az ilyen csontpajzsos enemik. A melekében... Ja, szeretem a... az ilyeneket. Au. Oh. 387, kevesebbet szereztünk most. Recycle-ből 35%-kal többet kapunk. 12% dodge jöhet. És így a dodge-unk 54%. Na, nézzük már meg, hogy ez a harvesting ez így hogy működik. 198 materiált kapunk. Nagyon kevésnek érzem. 200-as harvesting fölött vagyunk, tehát achievementet már mindenféleképpen kaptunk. Egy armor. Cuki majom. 8% eséllyel heal előttetünk. A majom az jöhet. Minusz egy armor, 16 harvesting. Hát adjad. Jó. Tizenkettedik hullám. Hát ez már sanszos, hogy nem lesz meg, srácok. Mondjuk az előzőre is azt mondtam mi. Igen. Na, de legalább meglett a 223-as harvesting. Primitív. 12 fegyverünk lát. Késsel kezdünk. Egy ranger? Menjen így egy ranger a végén, mit szóltak? Így lezárásképp. Bár tudjátok, hogy hogy szoktam lezárni a brotétot? Hát, igen. Pont úgy, hogy... Na, még egy utolsó. Minusz 3% speed. No. Damage. Pisztoly. Mini damage-et azt bukhatjuk, az nem érdekel. Multitaskosat? Jesus, gyú. Ez kemény lenne. Hogy ment az előző? Buktunk.
MS Speed. De amúgy szeretem a kívásokat. Igen, ezt mindenféleképpen ki akarom szedni, hogy a fák gyorsan halljanak. Úristen! Ott az égetés. Az én kedvencem. Bár ez a buildhez amúgy nem kéne. A harvestingre rakni most 8-at. Range damage-re. Egy roll. 10 lánk, na tessék. Nem így a végére egy chill-es izékört akarok menni. Ha már így a nap végére minden elszóródott. De legalább a brotétó működik. De azt vissza kell hoznunk a range damage-et. 6. Hát az a helyzet, hogy kell a max HP. Azt hittem, hogy 100-at lövünk. A mínusz 1 az nagyon érződik. Azt hiszem nagyon érződik, hogy mínuszba vittük a range damage-et. Ezen dolgozni kell. 15% XP-t talán megéri. Harvesting, nem? Range damage. Úristen, mínusz 3-ba van. De jó ég. Jó, adjad a kritet. Hatos wave, nem csináltuk meg. Nem csináltuk sajnos meg a range damage-ünket.
Na nézzük. Minusz 3 armor. Persze, a Glass Cannon az kell. Crit chance is kell. Hogy hozzuk helyre a range damage-ünket? Alákkal. Ott a süni. Jó, legyen a süni. Nem, tehát hogy ez még nincs helyrehozva, de már alakul. Harminc pénz. Jó. Range. Ú, az amúgy nagyon menő ott. Range damage. Eszemét vagy játék. Ott van végre. Végre, srácok. Egyszer. Melee damage, range damage biztos, hogy... És kettő ugyanolyat? Bravo. Tehát, range damage. Jó. Esetleg nem hallottátok, olvastátok volna, 2023. januárjában teljesen leállítja a Stádiát a Google. És akik ott vásároltak, azok a vásárolt dolgaikkal azt tudják csinálni, hogy... Erről van valami info vajon? Meg minden pennit visszakapnak. Na, hát ez tök jó, amúgy. Na, az is kell. Na, most már százakat kritelünk. Kár volt, úgy érzem, az elemental damage-el szórakozni.
Pénz alatt a zsákocska az mit csinál az elején, mert látom, hogy kopik csak mire fel. Ugye úgy van, hogyha nem szedem fel a pénzt itt, akkor az bekerül egy zsákba, és addig, ameddig zsákba van a következő körben ilyen, tehát ameddig van zsák, addig kétszer annyit érnek a coinok, amiket felszedek, és így megkapom azt a coint, amit egyébként is dobna az enemy, illetve megkapom azt is, ami a zsákba van. Elementál damage-re lehetne menni most. Crit chance. Na. Range damage, aha. Range damage speedért nem. Armor Air Dodge. Crit Chance Dodge és Ranged bukunk. Ott van még egy Glass Cannon. Köszi szépen a Zodiac az infót. Sok maradt ott. Range damage biztos, hogy nem. Armor. Na, mit csinál az armor? 23%-kal több damage-et kapok be. Aha. Hát akkor az armort visszavesszük. Szia Zodiac, köszi, hogy itt voltál. Pá. Recycle, az nem tudom. Nem kell. Max HP-t bukhatunk? Nem. Pisztoly, az viszont kell. Itt kb. Mindegyik kell. Nagyon jó. Range és speed, a szárnyak. De jó. Damage a range-ért, az is jöhet. Knockback-et, azt meg most meg is vesszük. Szárnyak nagyon kellenek, meg kell a sebesség. Kérünk-e max HP-t? Kérünk, srácok. Hát az elemental damage-et akkor így eldobjuk a kukába. Speed. Na, de viszont vissza is tudjuk kérni. Hopp! Ó, de jó! Crit chance-t is lehetne.
Ja. Ezt mondjuk meg is vesszük most. Több enemy jön. Több enemy, több pénz. Több dam. Csak keményen. Azt mindjárt meghalunk ebbe a körbe, de... Az már nem számít. Azt nézem, hogy iszonyatosan sokat kritelünk. Be kell állni középre. Jolóban. Meg kell mutatni itt az enemynek, hogy ki a Jani. De jó, dodzsoltunk egyet. Milli damage? Nem. Vagy roll? Na, dodge. Dodge-ot kérünk. Bár speedet is lehet, hogy kéne. Nem tudjuk már megvenni a 4-es pisztolyt. Hát akkor azt csinálunk, hogy... én nem tudtam, hogy ez maxos. Kombinálunk, és akkor befér. Legyen olcsóbb. Aha. Armort kapunk, hogyha egy helybe állunk. Jól van. Elemental damage még amúgy vicces lenne, de ha tehetünk, akkor a range damage-re megyünk rá. Ha ráállunk egy X-re, akkor ránk spawnol vajon? Nem. Akkor nincsen spawn, tök jó. Jó, szerencsére nem ment olyan sok el. Azt mondja, hogy damage százalék. Itt chance. Damage százalék. Rangeért damage százalék. Jó. Elemental damage. Axampér. Aha. Pisztoly. Aha, ez is amúgy király. Crit chance egy armorért, 10% crit chance. Ennyi armorunk van? Nulla. Akkor azt nem kockáztatjuk meg. Viszont a pick-up range, nincs itt jobb. Ott egy glass cannon. Ja, az 3 armor, akkor nem. Taser. Na jó, menjünk tovább. Milyen fullosak már amúgy a pisztolyaim. 90 az alaplövésünk. Wow! Nice. Akkor tényleg a damage százalék meg a range damage kell nekünk. Na, az gond. Jó, rászaladtam egy golyóra. Ugye ezek a kis habzó szájúak, akik a nagyból spawnolnak, azok tudnak köpködni is. Nem vigyáztam velük eléggé. Ó, de jó, dodzsoltunk. Azt meg majdnem begyűjtöttük. Szia, krumpli. Ez jónak tűnik.
Attack speed érdemény 100%? Nem. 15 lag? Nem. Amúgy mit tudom én, range damage, tessék. Jó. Harvestingből 2. Az nem jó. 2 max HP, 5% damage, meg több enemy. Ja. Százhúszat lövünk? Oh, 240-es crit. Tényleg a range damage az így muszáj. Hát ez most nagyon beteg. Nagyon sok enemy volt, és sok pénzt nem tudtam felvenni. 8% damage. Egy roll. Attack speed. Roll. Még egy. Legyen az attack speed. Ó, és egy pisztoly, meg még több fa. Mini damage-ért pedig kérünk harvestet. Ez is amúgy nagyon jó, tehát a még több dam. Eye surgery nem annyira izgat minket. Jó, hát ennyi. 16-os wave. Miért pirosodnak ők vajon, srácok? Valaki esetleg vágja? Miért pirosodik az enemy? Miért kapnak ilyen piros outline-t? Szia, azok gyorsabbak. Ó, köszi szépen az infót. Köszi szépen, srácok. Mint hogyha a Berserk módba kapcsolják. Szia, Damien, sziasztok, srácok. Köszi az infót. Ú, 3 range damage. Jó. Attack speed, engineering nem. Speedért elementál, de is nem. Pisztoly. Na, tök jó. Damage a max HP-ért. Risky. Végül is amúgy meg lehetne csinálni. Csináljunk egy ilyet, hogy combine. És akkor kikérjük a lézergánt. És akkor meg lesz a maxos asztalról. Mi ez a Kaioken? $558-at damol a lézerfegyver, te jó ég!
400. Dodge. Ez nem kell. Igen, én nem értem, miért csináltak Damien ezt ilyen csobókósra. Nagyon furi. Ha egy helyben állok, Kameleon 20% dodge. Wow. 6% damér. 4 range dam, azt arat. Hát ezt ugye megvesszük. Lézertörát. Minusz 10% enemy, minusz 5% dam. Ja. Rakétavető, ugye? Hát innen semmi, menjünk tovább. A fegyvereink maxosok. 308-as kritek vannak. 872-t lőtt a lézer fegyver, srácok. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a rán hogyan fog végződni. Mi lesz ennek a vége. Dragon Ballban Goku egyik technikája, Kaios Sama, Samánál tanulja, magyarul, ha jól emlékszem, akkor jön elők. Kaiton néven hívtál. Attack speed itt van ráhatással, vagy fix lövési sebesség? Van ráhatással, van. Free Reroll, nem érdekel minket a Free Reroll. Az a gond, kapjuk a fegyvereket, de teri vagyunk. A speedünkért, aha. Minél több, minél nagyobb a speedünk, annál nagyobb a damunk. Azából, ja, jöhet. HP regen, lifesteal. Száz százalék eséllyel instant begyűjti az elgyűjtött materiálokat. Hát ezt már csak azért is ki kéne próbálni, mert érdekes. Csak erre speedet kell szednünk. Ezzel ugye el tudom, tehát tönkre tudom tenni a ránt. Bár az a helyzet, hogy azt már nem fogjuk kivenni, mert a következő körben már boss wave lesz. Hogy ilyen későm, mindjárt vége. Mindjárt vége. Igen, ezt már nem lehet megvenni sajna. Tessék.
Megvettük a Flame Cannon-t így a végére. Kérünk még egy kis HP regent is. Meg rolloltam egyet, csak... Ez most nem tudom, mi volt. Ó, ez egy új boss. Rakta a kis piros kört, az belealtam. Shit. Pedig volt potenciál ebben a rámban. Na mindegy. Na mindegy. Srácok, ennyit mostanra a Brotato-ból. Megnéztük, hogy milyen az új patch, és hát láttátok, hogy nagyon jó köröket lehet menni. Kétszer is a bosshoz jutottam. Már jobban megy, mint legutóbb, úgyhogy belerázódunk és megcsináljuk az összes achievementet ehhez is, ahogy egyébként azt a Vampire Survival az esetén is tettük. Két achievementet azért összeszedtünk, méghozzá az, hogy 20 000 enemit megöltünk, valamint, hogy 200 fölé vittük a harvestinget. Ahogy látom, a Gatherer 5 is amúgy lassan meg lesz. 50% speed, wow! Minusz 5%-os HP regen. Ja, van még mit tenni ebbe a játékba. Remélem, srácok, hogy élveztétek, mert még mindig mindenféleképpen nyomni fogjuk a jövőben. A 20 Minutes Till Dawn, a Vampire Survivors és a hozzá hasonló játékok mellett.